A szezonális időszakban nagy mértékben megnő az idénymunkások száma, és az sem mindegy, hogy valaki turisztikai, mezőgazdasági vagy alkalmi munkát vállal. A munkáltató közteherviselését ez nagyban befolyásolja. A turisztikai idénymunkák esetében, illetve a mezőgazdasági idénymunkák esetében 500 forint közteher per nap per fő terheli a munkáltatót. Az alkalmi munkavállalás esetében ez 1000 forintot jelent per nap per főre. Hogyha valaki ilyen munkát létesít, tehát alkalmi munkát vállal, akkor nem muszáj ezt munkaszerződésben rögzíteni írásban, elég egy szóbeli megállapodás, azonban minden esetben be kell jelenteni a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. Ezt háromféleképpen tehetik meg a munkáltatók. Mindenképpen meg kell tenni legkésőbb a munkavégzés megkezdése előtt ezt a bejelentést. Ezt a T1042E nyomtatványon tehetik meg elektronikus úton, vagy a 185-ös kékszámon, vagy pedig az FO alkalmazáson keresztül, akár okostelefonon vagy tabletten keresztül. A NAV kiemelten ellenőrzi a szezonális árusokat, akiknek a nyári időszakban több munkásra van szükségük. A revizorok elsősorban arra figyelnek, hogy határidőben bejelentették-e a munkavállalókat, és hogy befizették-e a közterheket. Szabálytalanság esetén elsősorban figyelmeztet az adóhatóság, de a szankció akár 1 millió forintos bírság is lehet. A munkavállalók figyelmét is felhívja a NAV, hogy ügyeljenek a szabályokra és tájékozódjanak. A munkavállalónak érdemes figyelni arra, hogy a munkaszerződése megkötésekor egy hétig 5 napot dolgozhat, egy hónapban ez 15 naptári napot jelent, illetve egy évben 90 napig lehet alkalmazásba ugyanannál a munkáltatónál. Azonban a későbbiekben más munkáltatónál természetesen vállalhat munkát, illetve közteherviselés szempontjából pedig biztosítási jogviszonnyal nem fog rendelkezni. Tehát érdemes arra figyelni, hogy baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult egyedül, azonban a biztosítási jogviszonya csak abban az esetben áll majd fent, hogyha a havi 7500 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot megfizeti saját maga után. A munkavállalóknak érdemes a munkaadókról is tájékozódni. A NAV honlapján elérik azokat a cégeket, akik az elmúlt 2 évben be nem jelentett alkalmazottakkal is dolgoztak.